Csodálatos, fantasztikus, igazi férfi munkát, nem találom a szavakat, te találod? Nem. Hű, figyelj! Mit lehet mondani egy ilyen meccs után? Nem tudom, elképesztő csapat. Harmadik meccset húzzuk be 1-0-ra. A végén ez a küzdeni tudás, amit ez a csapat nyújt, napról napra, ez fantasztikus, leírhatatlan. Ez döntött egyébként ez, a egymásért? Ez. Jobban akarjuk, az összes meccset jobban akarjuk. Még egy másik tényező volt, én szerintem a szlovákok, nem tudtak ehhez a pályához alkalmazkodni. Nekünk több meccsünk volt már, hogy így csúszik a pálya. Figyelj, ez van, nyertünk 1-0, ide. Ott vagyunk a négy között. Sajnálatos Mikinek a sérülése, innen is jobbulást kívánunk neki. De muszáj feltenni a kérdés, hogy milyen csapatkapitányként elődöntőbe vezeti egy magyar válogatottat? Ezen Isten igazából nem gondolkoztam, itt mindenki, vagyis nagyon sok egyéniség van, a Miki nekünk a csapatkapitányunk. Én csak most rajtam van a karszalag, viszem a csapatot, mert nem tud a lába miatt, ugye a szerbek a legvégén a srác úgy lerúgta, hogy eltört a lábközépcsontfeje. Szerintem nem volt egy szép dolog, mindegy, ez elmúlt. Most én viszem a csapatot, megyünk tovább, de Miki a kapitányunk. Holnap az elődöntő Románián, ott mit vársz? Borzasztó nehéz meccs lesz. A románok nagyon-nagyon-nagyon jók. Szerintem torna esélyes, VB esélyes a román csapat. Meglátjuk, mi ugyanúgy oda tesszük a szívünket, lelkünket, meglátjuk, mennyit tudunk kihozni ebből. Egy lépésre vagyunk a döntőtől. Köszönöm szépen, és köszönöm. Én köszönöm.